Itt a Kapok Központban az elmúlt 40 év legjobb sajtófutóiból nyílt kiállítás. Kezdjük azzal a prózai okkal, hogy miért 40 évet válogattak át? Hát amiatt, mert a mi időszámításunk szerint a Magyar Sajtófutó kiállítás 40 éve van úgy egyben, hogy minden évben van kiállításunk, és 92 óta könyvünk. Tehát emiatt van ez, hogy megpróbáltunk visszamenni odáig, ahonnan elindult az egységes, tehát hogy minden évben. Mert korábban voltak más sajtófotókiállítások, egyik évben volt, másikban nem, három évig nem, utána megig igen. És az egész az 81-ben indult el, amikor Szalai Zoltán ennek elkezdett utána járni, és beszállt ebbe a dologba, ő szervezte, nem csak a győztes képek voltak kirakva, hanem nagyon jó nem győztes képek is, egy picit társadalom kritikusabb képek is, és úgy gondoltam, hogy ez nem baj, hogyha megmutatjuk, és ha elértünk egy 40 éves évfordulóhoz, akkor arról emlékezzünk meg. Nagyon sok fotográfus sajnos már nincs az élők közt, viszont jelentős alkotásai vannak, és ugyanígy hát szerencsére az idősebbek közül azért még sokan élnek, és azok is nagyon jó dolgokat tettek le. És úgy gondoltam, hogy van egy generáció, amelyik lehet, hogy nem ismeri ezeket az anyagokat olyan mélységében, ahogy kell. Itt teljes mélységében nem lehet megismerni. Tehát ez a 40 év, ez teljes anyagokra nem alkalmas, hogy nagy anyagokat, nagy esszéket kirakjunk a fotográfusoktól, de fel tudunk belőle valamit villantani, ami alapján utána a fiatalok vagy az idősebbek, akiket érdekel vagy még érintett is ez a korszak, azok utána tudnak nézni ennek. 40 év képanyaga azért óriási, csak díjazott munkákból válogatott? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Nem. Minden évet végignéztem, és úgy néztem, hogy körülbelül maximum 6 szerzőt tudok berakni egy évben. 6-nál többet nem. És van, ahol még annál is kevesebbet. Úgyhogy ilyen szempontból kellett válogassam, hogy a legjobb 6 anyag kerüljön be. Legjobb 6 kép, vagy egy képriport részlete, és mellé még 2 kép, tehát gyakorlatilag így állt össze. Tehát évenként mentem. Mindent megnéztem. Tehát ha úgy éreztem, hogy a természetben most nincs olyan nagyon jó kép, tehát nincs egy Máté Bence vagy egy Török János, de mindegy is a név, mert nem névre mentem, hanem képre. Nagyon sok barátom képét hagytam ki, amiért van egy-kettő, aki neheztel, mert hogy mindenki szeretett volna itt lenni. De amikor el kellett dönteni azt, hogy most én a baráti szempontokat helyezem előtérbe, vagy azt, hogy melyik kép a jobb, akit esetleg nem is ismerek, vagy nem vagyok vele olyan viszonyban, akkor a jó képet kellett válasszam. Tehát ez így történt. 40 év alatt ön szerint a sajtófutóban, mint fogalomban mi változott leginkább? Ugye nyilván itt technikai feltételek is azért elég nagy változáson mentek keresztül. Mi figyelhető meg ebben a tendenciában? Nagyon sok technikai változás van, tehát amikor 81-ben még én is fiatal voltam és pályáztam, akkor egész más volt a technikája a fotográfiának. Tehát abban az időben nem volt még autofókuszos objektív, ezek az automata fénymérések is a kezdetén jártak, tehát az embernek tudnia kellett exponálni, rengeteg technikai dolgot tudnia kellett. Minden filmre készült, tehát mindig volt benne egy lutri abba, hogy az embernek a laborba elrontják a filmjét, túlhívják, alulhívják, belejtik a hívóba, tehát nagyon sok minden ilyen lutri volt, de ezt leszámítva egy sokkal technikailag felkészültebb csapat kellett, hogy fényképezzen abba az időbe. Ma már a technikai dolgok nem annyira lényegesek, mert majdnem minden fényképezőgép az már mindent tud. És azonnal vissza lehet nézni. Tehát nem sikerült egy portréja bárkiről, megnézi, hú, ez sötét, akkor abban a pillanatban tud korrigálni. Ez régen nem volt. Tehát régen egy egész más technikai dolog volt. És a másik pedig az, hogy minden felgyorsult. Tehát míg régen rengetegszer, ha lehetett, akkor volt időnk arra, hogy jobban elmélyüljünk. Most akkora hajsza van a szerkesztőségek közt, hogy mindent azonnal kell adni, hogy sokszor kapkodóbbá válik a
fiatalok egy része, és a másik az, hogy kevésbé szelektált. Tehát régen, amikor tudtam, hogy van 3 tekercs filmem egy témára, akkor nem lőhettem annyit, amennyit most lőnek a kollégák. Sokkal nagyobb figyelem és koncentráció kell ahhoz, hogy 36 kockából válasszam ki. Tehát régen ez megvolt, most nincs, most nagyon sok úgymond fölösleges számítógépes archívum termelődik azzal, hogy nagyon sok hasonló kocka van, amiből egyet kell kiválasztani, vagy maximum 3-at. Tehát, de hál' Isten ugyanúgy vannak jó képek, jó szerzők, tehát látom azt az építkezést, hogy a magyar sajtófotográfia, riportfotográfia és a dokumentarista fotográfia hogy épül egymásra. Tehát, hogy kik azok, akik folytatják a Kornis Péter, Urbán Tamás, Hemző Károly, Révész Tamás munkáját, és méltók rá, és egyre szebb dolgokat csinálnak. Egy kicsit a laikusoknak segítsünk abban, hogy egyébként a sajtófotó pályázatra hogyan lehet egy alkotónak pályázni. Például mennyire lehet manipulálni a felvételeket? Semennyire. Tehát amennyire egy laborban lehet, alapszinten. Tehát, hogy mondjam, tehát, hogyha csinálnak így mondjuk rólunk egy képet, az a kép nem játszhat, ahol mondjuk kitakarnak vagy kimaszkolnak bármelyikünket. Tehát ilyen nincs. Olyan sincs, hogyha mondjuk az én kevésbé dús hajzatomat egy kicsit valaki megdúsítja, tehát olyan sincs. Vagy hogyha bepislantok, akkor kinyitja a szemem, tehát nem lehet manipulálni. Tehát annak a kockának valóságosnak kell lennie. Hogyan tudják ezt ellenőrizni? Hát úgy tudjuk ellenőrizni azért, hogy feltűnik, ha valami nem stimmel, és győzteseknél, amikor valami olyan probléma van, akkor bekérjük az eredeti RAW file-t. Nem mindig fordul elő, mert van, amikor mindent látunk, hogy rendben van, de akkor be. Meg hát az etikai dolgokat is meg szoktuk kérdezni, mert ma már a fotográfia, a street fotográfia sokkal nehezebb, mint régen, mert ma, ha ön kijön az utcára itt a Nagymező utcába a Kapa központ elé, minden rendben van, nem fényképezhetem le. Csak akkor, hogyha ön hozzájárul előtte, hogy én lefényképezzem. Ha már előtte lefényképeztem, akkor már úgymond az ön személyiségi jogaiba belegázoltam, tehát problémát okozhat jogilag. Ugye a sajtófotók általában egy történetet mesélnek el. Ön szerint a szépség mehet a történet rovására, vagy fordítva, tehát lehet egy kép csak azért jó sajtófotó, mert szép? Elég jó és érdekes a kérdése. Lehet egy kép attól is jó sajtófotó, hogy szép, de lehet attól is jó, hogy csúnya. Tehát valaki éppen nem szép. Tehát mondjuk egy filmszínész éppen egy fáradt állapotában, egy filmforgatás után, vagy egy nehéz koncert után egy zenész. Arról lehet egy őszinte szép képet csinálni az öltözőbe. Tehát én is csináltam mondjuk Győri Balettről képeket, és az öltözőbe fáradtak voltak. De logikus, hogy fáradtak, mert akkor a munkát végeztek. Tehát ha ez nem bántó, akkor ezzel nincs semmi probléma. Akkor térjünk vissza ehhez a kiállításhoz. Nagyjából hogyan épül fel a tárlat? Hát a tárlat, mint látta, évek szerint megy. Egyetlen egy kivétel van, tehát úgy éreztem, hogy csinálunk egy nagyon nagy vállalkozást a 40. évfordulónkra, tehát a kiállítás általunk számított a 40. évfordulóján, viszont a szomszédban van egy szörnyű háború. És szerencsére több magyar fotográfus ott volt. És valószínűleg, amikor mi beszélgetünk itt a kiállításon, akkor is ott van néhány. Tehát, és ezt én úgy láttam, hogy mindenképpen nem mehetünk el emellett, emiatt Huszti Istvánnak kiraktam 3 képét. Én az általam ismert eddig magyar alkotóktól látható képekből ezt a 3-at találtam legjobbnak. Nem fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a fotográfusok nem csak ebbe az évbe, az ideibe, hogy Huszti
és a többi fotográfus. Sokszor a bőrét viszi vásárra, tehát a Csudai Sanyi, az Origónak a fotóriportere, az 2004-ben, illetve bocsánat, nem 2004-ben, 2014-ben a Majdan téren ott volt, amikor a legnagyobb harcok folytak, és hál' Isten, akkor fel is terjesztettem ifjúsági Prima Primissimára, és meg is kapta, mert nagyon jó anyagot csinált, nyert a sajtófotón, ki is raktunk belőle 3 képet, de majd biztos lesz olyan is, amikor 20-at ki tudunk belőle rakni, mert hogy tényleg annyira jó volt az anyaga, így nekem ki kellett választani számomra a legfontosabb 3-at, és ezzel tudom a Csudai Sanyit például reprezentálni, vagy a Bielik Pistának a szíriai anyaga szintén hasonló. Az első terem gondolatilag miért van elválasztva egyébként ettől a hosszú idővonaltól? Gondolatilag azért van elválasztva, mert hogy oda vintás képeket tettünk, és tulajdonképpen ott bemutatjuk azt, hogy indult ez a 81-es időszaktól. Tehát ott lát olyan képet, ahol Szalai Zoli, aki tulajdonképpen, már mondtam róla néhány szót, ott fekszik a földön, és gondolkozik azon, hogy most melyik képet válassz, miközben a zsűri többi tagja ott áll két másik asztalnál, és ők is ott válogatják, zsűrizik az anyagokat. Tehát, hogy lássák azt az emberek, hogy annak idején voltak papírképek. És a papír képeket zsűrizték, vagy zsűriztük, mert jó magam is aztán zsűriztem ilyeneket. Ma meg gyakorlatilag, mert nyilvános szokott lenni a zsűrink, amikor nincs Covid időszak, és nem online kell csinálni, akkor beülhetnek emberek, és végignézhetik azt, hogy a zsűri hogy szavaz. Adott esetben, hogy vitatkozik. Tehát ez egy másik dolog, tehát ott igazából egy kicsit a történetét szerettem volna bemutatni néhány eszközzel azt is, hogy ezek a fotográfusok, akik kim vannak a falon, és nem véletlenül vannak kin a falon, hanem azért, mert nagyon jó fotográfusok, tehát egy Kornis Péter, egy Benkő Imre, milyen gépekkel csinálták a legjelentősebb anyagaikat. És hál' Isten ez megvolt, és mindegyik örömmel kölcsön adta. Úgyhogy most meg lehet nézni, ez egy technikai utazás is visszafelé, meg ezeknél nem csak az az érdekes, hogy ez egy a maguk idejében mennyire csúcsgép, mennyire nem csúcsgép, hanem az, hogy ezzel csinálták ők azt az anyagot, ami itt kint van. És hogy ezt most meg tudjuk mutatni. Fontos kérdés szerintem, hogy az utánpótlásról mit gondol, mert azért az elmúlt években hasonló neveket lehetett látni a győztesek között, erről mit gondol? Sok fotográfusnak vannak nagy korszakai, 3-4 év, amikor, hogy mondjam, megállíthatatlanul zseniálisan dolgozik, és jó inspirációkat kap, jól is jelenik meg a sajtóba. Hát ez jó, vannak nagyon jó fiatalok, hihetetlen ambiciózusak, és nagyon jól fényképeznek. A közösségi média térhódítása az nem tereli el a fotóriporteri munkáról a figyelmet? Én úgy gondolom, hogy nem. Sok minden, a közösségi médiában sok minden olyan meg tud jelenni, ami a médiában nem. A közösségi médiában nincsenek tabu témák. Vannak dolgok, amit a közösségi médiában jobban meg tud jelentetni, akár egy 10 képes anyagot is, vagy 12 képes anyagot, egy problémára felhívhatja a figyelmet. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy előnye van a közösségi médiának, ugyanakkor hát szelektálnia kell, mert a közösségi médiát nagyon sokféle fotográfia lepi el, ami természetes, hogy van, aki a csoki tortáját akarja megosztani, van a gyerekek a Barbie babáikat, vagy már nem Barbie, hanem másféle babáikat, van, aki a kutyájáról posztol állandóan, de van, aki komoly művészképeket tesz közzé, akár a múltjából, akár a jelenéből. És ezek nagyon fontosak, hogy lássuk őket. Többen látjuk a közösségi médiát, mint a galériákban a kiállításokat. Bár itt most a Nagymező utcára nem lehet panaszom a Kapa központra, mert hál' Isten nagyon jól jönnek a látogatók, és azt hiszem, hogy itt is megkapják azt, amit a közösségi médiában viszont nem kapnak meg, mert van, aki kifejezetten, mint fotográfus tartózkodik a közösségi médiától. De kiállításra gond nélkül odaadja az anyagát. Thank you.